A pályázati csomagok már valamennyi területi RMPS szervezethez megérkeztek, így ezeket a tanintézményekben kapják meg az érdeklődők, de az igénylési űrlapokat az internetről is le lehet tölteni. A nevelési, oktatási, valamint tankönyv és taneszköz támogatást, melynek értéke 22.400 forintnak megfelelő lej, azon szülők igényelhetik, akik gyermeke 2012. szeptember 1-től magyar tannyelvű óvodába, vagy pedig 1994. augusztus 31-e után született és magyar tannyelvű általános vagy középiskolába jár. A hallgatói támogatás 2800 forintnak megfelelő lej, az az egyetemista igényelheti ezt a fajta juttatást, aki nappali tagozaton jár részben vagy teljesen magyar nyelvű képzésre. A pályáztatást lebonyolító szervezet felhívja a figyelmet, hogy mindenki igyekezzen pontosan és hiánytalanul kitölteni az űrlapokat, a csatolandó iratokat pedig ne feledjék el mellékelni. Szintén hasznos tudnivaló, hogy mindenki meg kell őrizze az ajánlott formában elküldött pályázati csomag után kapott szelvényt, hisz később, ha a pályázat valamiért nem jutna célba, igazolni lehet az elküldést, és jogosult lesz a szülő újra benyújtani a pályázatot. Burus Siklódi Botond, az RMPS elnöke elmondta, nagyjából ugyanannyi pályázatra várnak idén is, mint tavaly. Azon diákok esetében is pontosítottunk, akik 18. életét betöltötték, ugyanúgy, de még közoktatási kötelékben magyar tagozaton járnak iskolába. Az újdonság az, hogy mindazok, akik 1994. szeptember 1-je előtti dátumon születtek, mindazok egyedi elbírálásban részesülnek, és ennek érdekében külön kérelmet kell benyújtsanak, amelyben a szülő indokolja, hogy miért kéri az egyedi elbírálást. Tavaly közel 160 ezer óvodás, iskolás és egyetemista pályázatát fogadták el, a 2011-12-es tanévi támogatások kifizetése a végéhez közeledik. A jogosultak március 15-éig meg kell kapják a támogatást.